Mi Budapestről költöztünk le Balatonfüredre. Először szőlő területekben kezdtünk el gondolkodni, és ez az étterem és a bisztró ötlete onnan jött, hogy magázas parhát bisztró, ez működött előttünk. Viszont amikor minket megkerestek, akkor már egy jó ideje zárva volt. És hát jött egy kérdés felénk, hogy esetleg lenne kedvünk, hogy kedvem átvenni és működtetni, és én úgy éreztem, hogy igen. A MOL Nagyon Balaton és az Index bemutatja Best of Balaton. Lehetett sejteni, hogy egy komoly feladat és munka lesz azt elérni, hogy ide a felsőváros részben a vendégek eljöjjenek hozzánk és megtaláljanak minket. Tudtam, hogy valami olyat kell csinálnunk vagy alkotnunk, ami miatt veszik a fáradtságot, hogy autóba üljenek és feljöjjenek hozzánk. Séfünk Elek Balázs, aki a nyitás óta velünk dolgozik. Én őt már jóval előtte megismertem, illetve találkoztam vele, és tudtam, hogy ha egyszer lesz egy étteremem, amire nagyon vágyom, akkor ő lesz a séf. Egy hatalmas lehetőségnek éreztem, ahogy felvázolták a terveket, hogy Balatonfüreden tudunk csinálni egy éves éttermet, aminek saját kertészete lesz, saját borászata lesz, helyi alapanyagokkal tudunk dolgozni, és fantasztikus lehetőségnek éreztem, úgyhogy én csak annyit kérdeztem, hogy mikor csomagoljak. Mi nagyon szeretjük a látványkonyhát, nyitottá teszi a teret, és egy betekintést enged a konyha működésébe, ami még közelebb hoz talán minket a vendégekhez. Tehát látnak mindent, mindenről tudnak, és mindent hallanak. Kínálatunk teljes mértékben a szezonalitásra épül. Vannak benne magyaros elemek, vannak benne kevésbé magyarosak, éppen amiből frisset tudunk szerezni, azt készítjük el, és lehetőleg minél változatosabban, hogy ne legyen unalmas. Az ételek mellett mi fontos hangsúlyt fektetünk az italokra, a borokra. A szomeliével dolgozunk a nyitás óta. Próbálunk teljesen szimbiózisban dolgozni a séffel. Ő is szezonalitást kedveli, illetve az ad-hoc különlegességet, amit éppen kedve van, de nem egyszerűen kell a szalontüdő, vagy éppen különleges klasszikus ételek. Én is próbálom ezt a vonat képviselni, helyi borászatoknak a legjobb helyi italait megtalálni, és azon pedig az én kis kedvencem, de a klasszikus francia, olasz, illetve osztrák, német borékekről származó helyi fajtákat. És mindenképp egy erősebb hangsúlyjal a buborék irányába. De olasz ízzünk, hogyha Balaton, úgyhogy egészségre mindenkinek. A korlátlan újrafelfedezés támogatója a Telekom. Balatoni kalandok négy keréken a Hyundai támogatásával.